Sok a betöltetlen praxis Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, és egyes helyeken orvoshiányról is lehet beszélni. A 157 vegyes házi orvosi körzetben 16 tartósan betöltetlen házi orvosi állás van, míg a 114 felnőtt praxis esetében ez a szám 2. A 65 gyerekházi orvosi körzet esetében jelenleg nincs tartósan betöltetlen állás. A betegek ellátása azonban nincs veszélyben, ugyanis ezeken a területeken helyettesítéssel oldják meg a problémát. A városokban megvan, hogy felnőtt házi orvosi praxisok vannak, gyerekházi orvosi praxisok vannak, és ezek a praxisok megüresednek, ott ezeket a körzeteket akár szakorvosok be tudják tölteni, hiszen ők már valamikor specializálódtak megfelelő szakmáknak megfelelően, és a jogszabály ma ad lehetőséget arra, hogy szakorvosok is, amennyiben úgy gondolják, betölthessék ezeket a praxisokat. A kisebb településeken nem ilyen egyszerű a helyzet. Vidéken egy házi orvosnak egyaránt el kell látnia a felnőtteket és a gyerekeket is. Ezekre a területekre olyan szakemberek kellenek, akik szélesebb látókörrel kezdték munkájukat, vagy eredetileg is házi orvosnak tanultak. Balsa egy olyan 800 fős település, ahol 2012 óta nincs praxissal rendelkező házi orvos, azóta ők is helyettesítéssel oldják meg a kérdést. Orvos jelentkezik hozzánk, szeretnének jönni, csak a falu pici és egy körzetet így nem tud kialakítani, viszont a helyet nagyon sokan megszerették már, és hogyha lenne egy olyan alkalmas, még egy település, akivel ezt ki tudnánk alakítani, akár ez is megoldás lehetne, hogy egy közös praxisban Balsa és egy másik település. A fő probléma ugyanis az, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint az 1000 fő alatti településen önálló praxisra nem pályázhatnak az orvosok. Balsán igyekeznek minden más feltételnek megfelelni, így például az orvosi renderőn bár még van mit felújítani, már akadálymentesített. A saját házi orvosuknak pedig, ha szükséges, szolgálati lakást is tudnának biztosítani.